ehhez az kellett volna, hogy a kormányzati munka az most már egyre inkább a következő választások felé tekint, nem tud más csinálni, mert az idő is sürgeti ezt a dolgot. És az a kormányzati munkának a közigazgatási része és a politikai része, amiben a vezetők, a miniszterek és az államtitkároknak mind a kettőben részt kell venniük, én inkább a közigazgatási részben vettem részt. A politika részhez kicsit későn léptem a porondra. És a miniszter... Hát ez mindig ott volt ön a politika közelében. De hát azért más politikusként ott lenni, vagy politika közelében lenni. És ez a minisztérium, ez a kormánynak, ahogy próbáltam is elmondani, egy olyan akkora értékes része, hogy ennek a minisztériumnak a vezetése az egy abszolút kritikus kérdés lesz, és nem csak a vezetése, hanem a munkája a következő választások felé haladva. Na jó, de hát hogyha ugyanazt a feladatot végezni, amit eddig is végzett, hogy összefogni, irányítani, szervezni, összhangot megteremteni, híd szerepét betölteni őt nagyon fontos szakterület között, hát akkor azt miért ne folytathatná következő két évben is, amikor már a politikusok, nem ön, hanem a politikusok, mondjuk az államtitkárai politikai szempontból is készülnek a következő két évre. Ettől ön még a háttérben irányíthatta volna a minisztériumot. Én úgy éreztem, hogy az a munka, ami egy ilyen minisztériumnak a felállítását, a kialakítását, működtetését jelenti, az most egy határhoz érkezett el. De mi ez a határ? Azon kívül, hogy fél idő. A fél idő, hát igen. Ja, így a határ? Hát így. Úgyhogy, és ez, aztán ez egy eléggé lényeges szempont volt ahhoz, hogy kérjem a miniszterelnök úrtól a felmentésemet. De ezt tényleg már előre elhatározta, hogy csak két évre fogja vállalni? Szó volt arról, hogy megnézzük, hogy amikor amúgy is a kormányzati munkának újraértékelése mondjuk fél időben terítékre kerül, akkor melyek azok a szempontok, amelyek azt mutatják, hogy maradjak, és melyek azok a szempontok, amelyek azt mutatják, hogy akkor itt adjam át a minisztérium vezetését. Ez az ön döntése volt, a miniszterelnök? Ez az én döntésem volt, az én döntésem. A miniszterelnök úr nem egy alkalommal próbált ettől eltántorítani. Hogyha az egyik szempont halmaz, másik szempont halmaz, mi volt a két halmaznak az élén? Tehát talán akkor ez lehetett volna, hogy ön nem politikus, és most inkább a politika felé hajlik a szakmai irányításon túl az egész életünk. És akkor mi volt a másik halmaznak az élén, hogy miért kéne még maradni, hogyha volt ilyen? Hát, mert nagyon jól éreztem magamat a munkatársaimmal való együttműködésben. Tehát úgy éreztem, hogy ez a munka ez jelent akkora izgalmat, ami izgalomra az embernek szüksége van, ahhoz, hogy reggel kikeljen az ágyból, és meghozza azt a jó érzést a napok többségében, amikor úgy feküdtem le, hogy hát tényleg érdemes volt fölkelni. És akkor mit fog most csinálni? Miért lesz érdemes és izgalmas felkelni? Nekem van egy két évvel ezelőtt ott hagyott szakmám, ahova visszavárnak, és azon azt a lehetőséget szeretném mérlegelni még, hogy ennek a két évnek a tapasztalatait hol tudnám esetleg még hasznosítani. Na hol? A tanácsadói szinten, tehát olyan... mert nyilván a minisztérium van a munka számomra, ezzel véget ért, és természetesen segítem az utódomat, hogyha szüksége van rá, de hát ez nyilván ez egy elenyésző számú alkalom hát lesz. Tanácsadó lesz a minisztériumnál? Nem hiszem, hogy a minisztériumnál az nem lenne jó. Hát akkor hol? Én kész vagyok arra a lehetőségre, hogy a kormányt segítsem továbbra is. De erre kérte is a miniszterelnök? Kérte, igen. Kért is, igen. Tehát akkor jövő hét az még... 13-áig vagyok még miniszter. 14-én lesz az eskütétel. És utána peptidek, neuronok, gerincvelő. Tanítás, mert ugye a tanítás is nagyon fontos volt, tehát a orvosnahallgatókkal való találkozás. Van valami, amit most így, mert biztos, hogy átgondoltam már most a lemondása, vagy amikor megfogalmazta magában a lemondását, hogy van valami, amit máshogy csinálna így utólag az elmúlt két évből? Igen. Meg kell mondjam, hogy a miniszteri kabinetnek a kérdése az számomra teljesen
ismeretlen volt, amikor ehhez a munkához hozzáfogtam. Azt biztos, hogy másképp csinálnám. De az mit jelent? Különösen ebben a minisztériumban, ahol nagyon erős államtitkárok vannak, a miniszternek a saját csapata az a kabinet. De mert bárkihez hozzá, én kapcsolatom volt nem csak az államtitkárokkal, hanem a helyettes államtitkárokkal, főosztályvezetőkkel is, de azért ez mindig valakinek a feje fölötti átnyúlást jelentette, hogyha én valakinek. Tehát nem volt erős a kabinete? A kabinet nem, tehát ezt a helyzetet, tehát ez a helyzetnek nem egészen pontos ismerete jelentette, és azt mindenféleképpen másképp csinálnám. Mert különösen ennek a minisztériumnak az esetében ez egy kritikus tényező lett volna, olyan szempontból kritikus, hogy én nagyon tiszteltem az ágazatoknak a munkáját, és ahogy ezt az előbb is mondtam, ők dolgozhattak a tanácsaimmal, sőt, hát nem csak tanácsaimmal, hanem néha utasításaimmal is természetesen benne voltam a munkában, de az, hogy olyan kérdéseket, ami a minisztériumban egy kulcspontosságú kérdés lehet, ugye a család eddig is kiemelt kérdés volt, de a családhoz mind az öt ágazatnak hozzá kell szólni a drogprevenció például egy ilyen kérdés. Hát tehát, ahogy beszéltük is, hogy minden van, mindennel összefügg. Igen, tehát ott ezt ennek a lehetőségével ez egy hiány volt, szóval ennek a hiányát éreztem. Én mindig úgy képzeltem el az ön minisztériumát, hogy vannak az államtitkárok, akik nyújtják, segítségre nyújtják a kezüket ön felé, hogy hát kellene bér az orvosoknak, kellene a közoktatásra, kellene a felsőoktatásra, ne kelljen már ennyi államilag támogatott helyet megszüntetnünk. Ön aztán tovább nyújtja a kezét mondjuk Matolcsy György felé, az már rávág egy jó nagyot. Így volt? Nézze, természetesen mindegyik terület, az összes terület olyan, ahol a pénz többnyire felhasználtatik, tehát, és azt arra nagyon figyeltünk, és végül is a működésünknek is ez egy lényeges eleme volt, hogy oda menjen az a kevés pénz, ami van, ahova tényleg mennie kell, és ott megfelelő hatásfokkal kell jönni. Volt vitája Matolcsy Györggyel, hogy... Volt. Szóval hogy ezt nem lehet ide, muszáj, máshonnan vegyetek el, de innen már nem lehet, volt és ilyen? És hát, hogy hol van az a minimum, vagy hol van az a pont, amelyeken túl már nem lehet valamit tovább. És ezt elfogadtam a Matolcsyhoz ilyen érvelést? Ugye a kormányban az a gyakorlat, hogyha két miniszter nem tud megegyezni, akkor a miniszterelnök dönt ebben a kérdésben. És néha én kerültem ki a támogatott oldalon. Tehát győztesként ebből a vitán. Hát ezt nem akartam így mondani, mert itt nem győzelemre kellett menni, hanem a támogatást kikapja. Hát a győztesek azok voltak, akik végül is, hogy az az ágazat, ami több pénzt kapott. Hát akkor jó munkát a régi munkájához. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget.